Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Hont András. Karácsony Gergely szerint súlyos probléma, hogy az önkormányzati vagy állami forrásból megvalósuló beruházások a jövőben a minisztérium vezetésével zajlanának le. Szerinte a beruházások központosítása zajlik. A MÖSZ találkozni akar a Magyarországra látogató Európai Parlamenti Költségvetési Végrehajtó Bizottsággal. A telefonnál Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. És Gödöllő polgármestere, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Mit remélnének egy ilyen találkozótól, amit az európai politikusokkal bonyolítanának le? Hát nyilván információ áramlás az rendkívül fontos. A személyes találkozó kapcsán van azért lehetőség arra, hogy képbe kerüljenek azok, akik az iránt érdeklődnek, hogy a beruházások kapcsán, az uniós források kapcsán milyen a felhasználásnak a hatékonysága, milyen kockázatok vannak, a körül és az önkormányzatok által felhasznált pénzek milyen hatékonysággal és kockázatokkal történtek az elmúlt időszakban. Tehát egy ilyen találkozó fontos lehetne, de természetesen azt hozzá kell tenni, hogy nem csak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hanem más önkormányzati szövetségeket is meghívnánk erre a találkozóra, amit kezdeményezünk, én volna fogom elküldeni a levelet ezzel kapcsolatosan annak, aki erre esetlegesen lehetőséget biztosít, és mindenféleképpen a személyes találkozó kapcsán az önkormányzati szintű forrásfelhasználásokról egy ilyen személyes beszélgetést én azt gondolom, hogy jónak lehet tartani. Az egyszeri hallgatóban ilyenkor az szokott felmerülni, hogy azért akar találkozni mondjuk ellenzéki vezetésű önkormányzat európai politikusokkal, hogy valamilyen módon elérje azt, hogy ki lehessen küszöbölni a magyar kormányt, legalábbis az uniós források elköltésének egy részéből. Ennek ön szerint van realitása? Ha van, akkor mennyi? Van realitása, vannak is ilyen kezdeményezők és szándékok. Ennek még azért sok idő kell, míg ez átfut azokon a döntéshozó fórumokon, ahol erről aztán véglegesen lehet dönteni, de azért növekedtek a direkt pályázható lehetőségek. De nem csak elsősorban, vagy egyik oka nyilván ez. A másik oka az, hogy készül itt egy olyan jogszabály, amit Lázár János jegyez, ami átírná a teljes építéshatósági törvényt is, építési törvényt is, és az uniós források és a hazai források felhasználásának folyamatát is. Ez azt jelenti, hogy ezt is teljes mértékben, hogy érthető legyen, államosítanák. Tehát minden beruházás kapcsán központilag döntenének a beruházóról, a kivitelezőről és a pénz felhasználásáról. Ennek komoly veszélyei vannak. Egyrészt az első veszélye, hogy a korrupciós kockázati index a kormányzati beruházások és az önkormányzati beruházások között 5 az 1-hez. Tehát 5-szörös nagyobb a korrupciós kockázat a központi forrás felhasználása esetében. Ezek egyébként objektív adatok, tehát nem én találtam ki. A másik probléma pedig a hatékonyság. Ha egy ilyen jellegű feladatot magára húz a kormány, ezt ki kell építeni egyrészt egy apparátust, ami a nagy rendszerek tehetetlenségének működése, amit a nagy rendszerek tehetetlensége működése fog jellemezni, csúszni fognak határidők, és két ilyen beruházást is említett a főpolgármester úr tegnap a sajtótájékoztatón, amit a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöksége ülése után tartottunk, ami budapesti kerületeket érintett, ahol lecsúsztak a forrásról a kerületek, mert egész egyszerűen nem tudták a kormányzati részről a határidőket tartani. Tehát ez a veszélye is megvan ennek a folyamatnak, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nyilván ez még nem egy elfogadott törvény, de ezt a törvény a parlament elé terjesztette Lázár János, és ez sok tekintetben kiüti a biztosítékot a források felhasználásánál. Arról már nem beszélek, hogy adott esetben a források odaítélésénél milyen kormányzati hátszeret kap egyik vagy a másik pályázat. Ez egy külön kérdés, egy politikai kérdés. De a hatékonyság szempontjából azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az ilyen forrásokat ne központilag bonyolítsák le és adják oda valamelyik cégnek, hanem versenyeztessük meg helyben, amennyiben valami gond van és probléma vele, akkor azt a közbeszerzési hatóság jelezni fogja, tehát itt mi nagyon komoly kontrollat vagyunk, tehát nem gondolom azt, hogy ebben a dologban nem tudnánk jobban teljesíteni,
ebben az esetben helyben, mint amit esetleg a kormányzati szándék, illetve Lázár János által jegyzett törvény szeretne központosítani. Négyszer vagy ötször említette Lázár János nevét, körülbelül 10 évig voltak egy időben polgármesterek, mármint amikor ön mellett, aki 90 óta polgármester volt, 10 olyan év is, hogy Lázár János egy megyei jogvárost vezetett polgármesterként. Van valamilyen személyes viszony? Normális kapcsolatban vagyunk, tehát nincsen barátság természetesen. Politikailag én azt gondolom, hogy eltávolodtunk egymástól, nem az, az én alapértékeim nem változtak. Ja, én most nem menjünk ebbe bele, hogy merre indult el az alapról a politika. Egész egyszerűen... Sőt, várjon, csak a parlamenti képviselők is voltak 4 évig közösen. Sőt, koalícióban is voltunk. Így van. Sőt, én Lázár Jánoson onnan ismerem, amikor mi Radcsák Andrásnak volt a személytitkára és kabinetfőnöket. Nagyon régen ismerünk egymást. Pontosan tudja azt, hogy tisztességesen és becsületesen dolgozunk Gödöllőn. Pontosan tudja, hogy a Magyar Nemzetek Szövetsége szakmai véleménye az mindig figyelmet érdemel, mert nem pártpolitikai alapon hozzuk ezeket a döntéseinket és tesszük meg az észrevételeinket, de ebben a dologban nyilván egy központosítási szándékot akar megvalósítani, ami már egy pártpolitikai kérdés, hogy ezt aztán kormányzati szinten hogyan támogatja a miniszterelnök, kormány más tagjai, ezt én nem tudom, de ez semmiféleképpen nem fogja segíteni a kormányzati és a uniós fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát, és erre szeretnék fölhívni a figyelmet. Én kértem tőle egyébként személyes kihallgatási időpontot is, mármint hogy tudjunk erről meghallgatási. Igen, rosszul mondtam egy meghallgatási időpontot. Ő jelezte egyébként, hogy erre nyitott, erre még nem került sor, lassan őrülnek ezek a malmok, de azért biztos vagyok benne, hogy egy ilyen személyes beszélgetés sokat segített abban, hogy az a törvény, amit előterjesztett, az valóban segítse a beruházások megvalósulását, az valóban segítse az önkormányzati szándékok megvalósítását, és ne menjen el egy olyan irányba, ami semmiképpen a források felhasználása szempontjából sem szerencsés. Röviden válaszoljon az a kérdésem, hogyha 90 óta végig kell tekinteni a különböző ciklusokat, akkor a mostanit, tehát a 2019-től kezdődő, de mondjuk vegyük a Covid utáni időszakot, hova sorolná abból a szempontból, hogy mennyi beruházás valósult meg Gödöllőn? Ez a beruházás apály vagy dagály időszakába tartozik inkább? Én azt gondolom, hogy nyertünk, tudtunk pályázatokat nyerni, és ugye vannak olyan beruházások Gödöllőn, amik nem önkormányzati pályázaton keresztül valósulnak meg. Ilyen volt nagyon komoly vasútfejlesztés, most az egyetem áll egy ilyen fejlesztéssel szemben, a gimnáziumok kaptak forrásokat. Én nem látom azt, hogy tragikus helyzetben lennénk. Szerintem lett volna még lehetőség arra, hogy mi is kapjunk forrásokat, annál is inkább, mert ugye nagyon komoly pénzt fizetünk be az államnak adóként, 1 milliárd forintot évente szolidaritási adóként. Ha ezt csak itt hagynák, az a pénz az nagyon sokat segítene abban, hogy például energiahatékonysági korszerűsítéseket tudjunk csinálni. Ez a legfontosabb kérdés most az önkormányzati szektorban, hogy akár uniós források, akár a önkormányzati, akár a kormányzati források ezt főcsapás iránya ez legyen, hogy minél kevesebb legyen az a pénz, amit az energiára ki kell fizetni, és ebben úgy érzem, hogy lemaradásban vagyunk, bár jó a párbeszéd az energiaügyi miniszter és a tárca és az önkormányzatok között, de le vagyunk maradva, hiszen itt a nyár, és már lehetne csinálni az elmaradt ledlámpás fejlesztéseket és olyan energiahatékonysági beruházásokat, amivel le lehetne kötni az építőipari kapacitást, ami most egy kicsit felszabadult az elmúlt időszakban, és el lehetne egy csomó minden olyan munkát végezni, aminek az lenne a következménye, hogy nem kéne bezárni mondjuk művelődési házakat, színházakat és adott esetben olyan önkormányzati létesítményeket, amit az elmúlt téli időszakban sajnos kényszerültünk, bezárásra kényszerültünk. Köszönöm szépen Gébesi Györgynek, hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a miniszterrel való találkozásának az eredmény egyetem, mikor valósul. Örömmel tájékoztatjuk a sajtót. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra.